Sziasztok, Divatikon nézők, itt vagyunk a Fonogram díját adom, mellettem Pál Dénes, szia! Szia! Mit jelentett számodra ez a jelölés? Hát először is nagyon örültem magának a jelölésnek, hiszen ugye ez egy szakmai jelölés, és hát egyfajta visszaigazolás arról, hogy ugye már egy év eltelt a tehetségkutató műsor óta, és a fellépéseimen hál' Istennek nagyon pozitívok a visszajelzések a közönség részéről, de ez egy visszaigazolás volt magára a szakmáról, úgyhogy én ennek külön örültem. Személy szerint melyik fontosabb számodra, a szakmai díj, vagy pedig a közönség díj? Hát én azt mondom, hogy mind a két jelölés, vagy mind a két díj, hogyha az ember kap egy díjat ebbe vagy abba a kategóriába, akkor mind a kettő nagyon elismerő lehet. Viszont hogyha azt veszük, hogy ugye mi a közönséget vagyunk, és a közönségértünk van, de elsősorban számomra a közönség szavazata és az a szava az döntőbb, hiszen ha nincsen közönség, akkor mi sem vagyunk, viszont a szakmának a visszaigazása is kell, hogy az ember tudja, hogy jó úton halad, viszont hogyha nincs meg ez a visszaigazás, akkor azt szívesen veszük, hogyha egy-egy fellépés során, vagy mit tudom, időről, vagy kis idő múlva kiderül, hogy a közönség is elégedett azzal, amit csinálunk. Ha már a közönségről van szó, hol láthatunk nyáron téged? Koncertek, fellépések alakulnak? Abszolút, illetve ma is egy fellépésre jöttem Szolnokról, hogy ide érjek, kicsit sietünk, de hát a nyáron elég is sok helyen Erdélyben is hallható leszek, vagy látható leszek, de hát az egész országban szinte mindenhol, szóval a nyár az elég, hogy is mondjam, mozgalmas lesz, úgy, mint a tavalyi. A pihenés majd ez a nyár után következik számomra, majd inkább ilyen ősszel, amikor egy picikét lehet pihenni. Akkor nyaralásra már nem is jut időd? Számomra most elsőbséget élvez az, hogy a fellépéseim jól sikerüljenek, illetve hogy a közönséggel tartsam a kontaktot, illetve az, hogy most a szakmai részét a dolognak erősítsem. A nyaralás, illetve a kikapcsolódás az még ráér, én úgy érzem. Láthattunk téged az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőin. Tervezed, hogy jövőre indulsz? Ezt már nagyon sokan megkérdezték. Őszint leszek, most nem ragaszkodom fogakörömmel ahhoz, hogy elinduljak az Eurovíziós Dalfesztiválon. Hogyha adódik egy nagyon jó dal, és úgy érzem, hogy komoly esélyekkel indulok, és nagyon hiszek a dalban, akkor valószínűleg azt tudom mondani, hogy igen, el fogok indulni, viszont ezt most nem mondom 100%-ra. Azért, hogy csak elinduljunk és legyen valami. Én most már ugye harmadjára indulni kell ezen a versenyen, tehát már át kell gondolnom. Illetve sok mindent mérlegelnem kell. Ha úgy érzem, hogy tényleg egy nagyon jó dal van a birtokomban, akkor esetleg még meg is próbálkozhatok vele. Most olyan túl messzire nem kell menni, ugye itt lesz a szomszédban. Hát igen, és azért magasra tetted a mércét az idén, mert nagyon-nagyon jó volt a számod, nagyon tetszett nekünk is. De azért én remélem, hogy fogsz indulni, hát Andris is harmadszor, és kijutott. És nagyon jó helyezést ért el. Igen, így van, tehát lehet, hogy megvan annak is a gyümölcse, hogyha valaki harmadjára indul el, és hát ugye három magyar igazság, úgyhogy lehet, hogy ez bejön. Az is abszolút jó helyezést ért el, de hát minden esetre, hogyha még nem is indulok ezen a versenyen, akkor is nagyon sok sikert és szerencsét kívánok annak, aki elindul és esetleg megnyeri, mert tehát a hazánkat, illetve Magyarországot képviselni, aki kiült egy ilyen versenyre, az mindenképpen egy gyerekes számára egy felejtetetlen pillanat. Biztos vagyok benne, hogy András is így gondolja. Köszönöm szépen az interjút, és kellemes nyarat, sok fellépést kívánok! Köszönöm szépen!